Természettudományos témájú könyvekkel gazdagodott a fényes tanösvény a Móri Zsigmond városi könyvtár jóvoltából. Az Országos Könyvtári Napok program keretében Sinkó Ildikó, az intézmény vezetője, egy doboznyi könyvvel lepte meg a tanösvényen tanuló csoportot. Idén az egyik központi téma a könyvtári napokon az ökoturizmus, illetve a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos programok, és ha már Tata olyan szerencsés, hogy van egy gyönyörű tája, a fényes tanösvénye oktatóprogramokkal, és olyan csoportokkal, olyan iskolásokkal, akik hetente itt tölthetik a tanórák egy részét. Úgy gondoltuk, hogy a könyvtár állományából kiválogatva nekik való könyveket egy kis letétet hozunk létre, ezzel is segítve az itt tanulók és tanítók munkáját. Elsősorban kisiskolásoknak, tehát alsó tagozatosoknak való könyveket hoztunk, amiben sok a kép, és mellette azért ott vannak természetesen az ismeretek, madarakról, fákról, vizekről. Az első cél, hogy hozzájáruljunk az ő ismereteinek a gyarapításához. A másik cél az, hogy aztán megismerve ezt a lehetőséget, aki még nem járt a könyvtárban, eljöjjön hozzánk, hiszen itt is felmerült az a kérdés, hogy van-e például történelmi témájú könyv, ide azt nem hoztunk, de a könyvtárba bejövve a gyerekkönyvtárban nagyon sok érdekes témában találnak a gyerekek még könyveket. Tavaly a kajakházban, az idei tanévben pedig a fényes tanösvényen tanulhatnak a Kőkuti iskola második évfolyamos ökoosztályának tanulói. Csodálatosan szép helyen vagyunk, és most pedig köszönet a könyvtárnak, hogy egy ilyen könyvgyűjteménnyel segíti a munkánkat. Nagyon szeretnek a gyerekek itt, a múlt héten körbejártuk a tanösvényt egy vezető segítségével, és nagyon bízunk abban, hogy megismerik, megfogják, elkészítik a különféle munkadarabokat, és talán egy picit érdekesebbé tesszük a gyerekeknek a tanulást, hogy kijövünk az iskolából, és ilyen csodálatos feltételek mellett tudunk tanulni. A könyveket a tanösvény központi épületében helyezték el, így a gyerekek a kihelyezett órák alkalmával tudják majd használni azokat.